want a picture. Okay, no problem. Ismét sokan érkeztek az Eto'o közönség találkozójára, ahol a drukkerek ezúttal két légióssal találkozhattak. Mindketten a balti államokból érkeztek, s rendszeresen szerepelnek hazájuk válogatottjában. Sőt, közülük Jarmo Ahjupéra még akár ott is lehet az Európa-bajnokságon, amennyiben az írek elleni pótselejtezőt sikerrel veszik az észtek. A sorozatban kétszer játszottunk Észak-Írországgal, és mindkét alkalommal mi nyertünk, de az írek sokkal erősebb csapat. Remélem, sikerül a bravúr és tovább jutunk, nyilatkozta a csatár. A támadó azt mondta, minden percet, amit a pályán tölt, maximális erőbedobással teszi. Így bízik a Videoton elleni sikerben is. Ahol minden bizonnyal a kezdők között szerepel majd Linas Pilibaitis. A litván játékos eddig csak egy meccset hagyott ki, eltiltás miatt. Védőmunkája mellett a helyzet kihasználásával sem lehet panasz, hiszen már ő is két gólos a szezonban. Azt mondja, egyértelműen győzni szeretne a csapat a tavalyi bajnok ellen. A középpályás is nagyon bízik abban, hogy a vasárnapi mérkőzésre sokan látogatnak ki, és drukkolnak a csapatnak. Pilibaitis azt mondta, a játékosok nagy erőbedobással készülnek, és mindent megtesznek a győzelemért. A játékosokkal a dedikálás mellett beszélgetni is lehetett. Ebben segített Sándor István, az Eto'o másodedzője is. De hogy Pilibaitis kedvenc színésze, miért éppen Ceolin, az maradjon titok. Hiszen aki eljött a közönség találkozóra, annak volt lehetősége megkérdezni. Aki viszont lemaradt a következő hazai mérkőzés előtt, újabb két játékos dedikál majd az Audi pontnál az Eto'o Parkban.